és spórolhatsz meg órákat, hogyha ezeket tudod a SIM a ránézés, ez egy plastikkártya, egy beépített csippel, de ő is egy fejlődésen ment már keresztül, tehát itt most azokat a fő szempontokat fogom nektek elmondani a SIM kiválasztásánál, amire nagyon oda kell figyelni. Egy készülék csere esetén a következőkkel találkozhatsz. A régi SIM képest az újnak megváltozott a vastagsága, ezért nagyon oda kell figyelned arra, hogy az érintkező sorhoz megfelelőképpen nyomódjon oda a simkártya, tehát tökéletes legyen az érintkezés, akár hisztek, akár nem. Visszajelzések alapján gyakran előforduló probléma, hogy nem teljesen érintkezik a, a simkártya, és ezért úgy érzékel a készülék, hogy nincs is benne. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre odafigyeljetek. A kitörés során, ugye ezeknél a perforált kártyáknál, hogyha neked egy, mikrocsiped van, és egy olyan készülékbe szeretnéd belehelyezni, ez adaptert kell használod, akkor a kártya vastagságot hatványozottan fog följönni, mert hogyha a kártya adaptered vastagabb és a vékonyabb kártyát teszed bele, akkor értelemszerűen a szélén föl fog ülni a kártya, és a közepén pedig nem fogja elérni az érintkező sort. Tehát ez is lehet egy ilyen gyakori probléma, tehát ezt is tapasztaljuk, hogy van ilyen kontakthiba ezzel kapcsolatosan. Van még egy nagyon fontos dolog, hogy Régebbi kártyáknál, tehát ami 5-6-7-8-10 éves akár, olyanokkal is találkozunk még egy berendezésben, hogyha azt szeretnéd újra használni azt a kártyát, akkor gyakori az, hogy az a SIM kártya nem tartalmazza azt a szolgáltatást, tehát nincs felaktiválva rajta, amit te igénybe szeretnél venni a készüléknél. Tehát például egy volt hívásnál, Más díjcsomagba tartozó szolgáltatásokat nem fogsz tudni igénybe venni az új technológiákból a szimkártyáddal. Tehát előzetesen tájékozódni kell arról, hogy az a szimkártya, ami abban a berendezésben van, az támogatni fogja azokat az új funkciókat, hiszen lehet, hogy ezért nem fog elindulni valamilyen funkció abban a készülékben, tehát erről is érdemes előzetesen érdeklődni. A szimkártyának a memóriája is nagyon fontos, tehát vannak a régebbi szimkártyák, amik sokkal kisebb memóriával. Bírtak. Az újaknál nyilván nagyobb, és azok a készülékek, akik esetleg a SIM memóriáját is felhasználják a működés során, azoknál lehet igény az, hogy a nagyobb memóriájú SIM van adott esetben szükség. Nagyon fontos, hogy a SIM a feszültség szintje is változott, tehát a régebbi SIM teljesen más feszültség értéken működtek, ezért, hogyha egy régi SIM van, az adott esetben az új készülékekben nem fog tökéletesen működni, tehát ismét azt javasoljuk, hogy ha nagyon régi szintkártyád van, akkor annak a cseréje szükséges lehet a tökéletes működéshez. A technikai támogatásunk statisztikája alapján egy ilyen jó tanácsként tehát azt tudom javasolni, hogyha látszik a kártyán az, hogy egy régebbi, tehát egy több éves kártya, akkor vélhetően szükség lesz a cseréjére, de azért nézd meg először a vastagságát, hogy megfelelően érintkezik e Nézd meg azt, hogy az arra a feszültség szintre van-e kitalálva az a kártya, vagy azon működik. Fontos az, hogy a perforációnál melyik méretet használod, ezért, hogy milyen adapterbe teszed bele, hogyha kell hozzá átalakítás. Nézd meg azt, hogy pontosan érintkezzen kontakthiba nélkül, és nézd meg azt, hogy az a kártya, ami nálad van, az alkalmas arra, hogy azon a hálózaton, amelyiken üzemelteted, azokat a szolgáltatásokat igénybe vegye egyébként, amit a készülék támogat.